Volt egy állandó viccem, amit elmondtam a barátaimnak. Így szólt, hallottátok azt, hogy Isten mindig ott van mellettünk és mögöttünk, hogy segítsen? Persze, mind mondták, hogy igen, igen, hallottuk, aztán megütöttem magam mellett vagy mögött a levegőt, mert ő mindig mellettünk van. Közel van, hogy megüssem és mérges legyek rá. Haragudnom kellett rá, amiatt, ami velem történt. Úgy éreztem, tökéletes életem van. Az apám borbé volt, az anyukám ápolónő. Volt néha veszekedés, de 10 éves gyerekként normálisnak láttam a családunkat. Egyik nap, amikor hazamentem, az apám összes ruhája össze volt pakolva a kanapén. Az anyukám azt mondta, hogy apa nem fog többé velünk élni. Másként csinálhattam volna valamit, hogy ez ne történjen meg? Mi lehet bennem, ami miatt el akart menni? Igyekeztem úgy viselkedni, hogy mindenki szeressen. Olyan akartam lenni, amilyennek a barátaim szerettek volna látni, amilyennek a tanárok akartak látni, amilyennek az edző akart látni, amilyennek az anyukám szeretett volna látni. Biztos akartam lenni, hogy mindenki jól érzi magát velem, mert nem lehet, hogy ne fogadjanak el, hogy ne szeressenek. Nem lehet, hogy megint elhagyjon valaki. A nagypapám egy Bibliát adott érettségi ajándéknak. Be volt csomagolva egy dobozba. Akkor azon tűnődtem, vajon miért? Mit fogok vele kezdeni? Így félre raktam. De mindenhová vittem a cuccaimmal. Minden dolgot, ami a családot jelentette, nekem megtartottam, mert erre vágytam rettentően. Szerettem volna egy feleséget, gyerekeket, de attól féltem, hogy én nem az az ember vagyok, akinek ez menne. Nem érdemlem meg. Nem engedhetem meg magamnak, hogy egyáltalán álmodozzak róla. Mert úgysem kaphatom meg. Így megfogadtam magamnak, hogy nem fogom megtenni. Inkább gazdag leszek, vad leszek, és kalandos életet fogok élni, aminek a család nem lesz része. Főiskolára mentem, és kerestem az életben a borzongást, az extrém bulikat és a halált megvető kalandokat. Bármit, ami újra boldoggá tehet. Remek új munkákat kaptam, amikről azt gondoltam, hogy ezekre van szükségem, de sosem éreztem, hogy igen, ez az. A 90-es évek második felében jártunk. Befektetéseim voltak a tőzsdén, szó szerint 100 000 dollárok kezdtek ömleni a számlámra, amitől azt éreztem, hogy van valamim, de ez sem volt jó, nem volt benne öröm. Mindig arra gondoltam, hogy elveszthetem. Mindez pedig felhozta azt a félelmet, amit apám elvesztése okozott. Féltem, hogy embereket vesztek el, hogy az önbecslésemet is elveszítem. A töréspont az volt a számomra, amikor hazamentem az anyukámhoz, hogy nála legyek egy darabig. Annyira önfejűen éltem akkor, hogy azt mondta, nem maradhatok nála tovább. Ez felhozta bennem a valódi kérdést, az életem nagy kérdését. Hová tartok? Hová vezet ez az élet így? Az egyik munkahelyi barátom ekkor megkérdezte tőlem, miért nem megyek el vele a gyülekezetbe? A gyülekezet számomra sosem volt válasz, de megtört állapotomban azt mondtam, hogy elmegyek. A férfi valójában az én életemről beszélt a gyülekezetben. Azt mondta, hogy nem akkor válik férjé valaki, amikor megnősül, és nem akkor válik apává, amikor megszületik a gyereke, hanem sokkal előbb kell ennek elkezdődnie. Ez nekem szólt. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy néz ki most az életem. Erre készülök fel? Hát nem éppen. Nem ezt csinálom. Ahogy most élek, az nem vezet erre az útra. De azt gondoltam, hogy lehetőség van erre. Reményt éreztem. Azt éreztem, hogy több lehet magamnál, több, mint ami eddig voltam. Talán, még meg is házasodhatok. Istenem, meg tudsz ennyire gyógyítani? Egy barátom elvitt ebédelni egy nap, és azt mondta, hogy mindig ott lát a gyülekezetben, de átadtam már az életemet Jézusnak. Azt válaszoltam, hogy nem. Ezt kellene tennem? Azt felelte, hogy igen, és meg is tehetem. Akár most, itt az étteremben. I
Ahogy eljöttem az étteremből, csak arra tudtam gondolni, hogy megvan-e még a Bibliám, amit érettségire adott a nagypapám. Évekig hurcoltam magammal. Meg lehet még? Gyorsan hazamentem a motorommal. Megtaláltam. Kibontottam a csomagot. Még mindig be volt csomagolva fóliába. Elkezdtem olvasni. Alig hittem el, hogy pont az életemről szólt, éppen ahol tartottam. Ez az egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor csak Isten is én voltunk, és ő mondja, hogy az enyém vagy. Nincs szükséged másra. Semmi más nem kell neked. Csak én. Ekkor rájöttem, hogy én valóban hiszek, Isten valóban szeret engem. Azt hiszem, van reményem benne, és bízhatok benne. Van családom. Újra és újra látom, hogy bízhatok benne, hogy ő jó atya, hogy ő mindig is az apám volt. Sokáig haragudtam rá. Sokáig nem foglalkoztam vele, elhagytam. Évekig nem is gondoltam rá, mégis amikor végül akartam őt, szükségem volt rá, hozzáfordultam, és ő ott volt.